Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Civil leletek. Gondolattöredékek a közelmúlt eszmecseréjéből, szakmai közösségek vitáiból, tematikus pódiumbeszélgetésekből, a tudományos és közéleti konferenciákon rögzített előadásokból. Jó napot kívánok, Vág András vagyok. Az Ötvös József csoport és a Társadalmi Reflexió Intézet 2019. május 1-én rendezvényt tartott Meddig fogy a magyar, termékenységi trendek és családszociológia címmel. Az eseményen Spéder Zsolt demográfus, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatója és Dávid Beáta szociológus, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont szociológiai intézetének tanácsadója tartott előadást. Az eseményt Botos Máté és Jakab András, a Társadalmi Reflexió Intézet tanácsadó testületének tagjai moderálták. A mai civil leletekben ezt a rendezvényt foglalom össze önöknek közel egy óra időtartamban. A kormány családtámogatási csomagjával kapcsolatban az utóbbi időben sokszor esett a magyar népességfogyásról. A 80-as évek óta egyre kevesebben vagyunk, többen halnak meg Magyarországon, mint ahányan születnek. Ha ez a trend folytatódik, a magyar lakosság előregedik, és a különböző prognózisok szerint 2070-re 7,7 millióra csökkenhet az ország népessége. A Bizonytalanságban és a Mama Hotelben sem születnek gyerekek címmel az Indexen jelent meg nemrég egy beszámoló az eseményről. Idézet a cikkből. A 10 millió forintos babaváró támogatás a gyermekvállalás idejének eltolódása ellen hathat, de egyenlőre nem lehet megmondani, hogy lesz-e tényleges hatása, mondta Spéder Zsolt demográfus az Ötvös csoport előadásán. Spéder szerint Franciaország vagy a skandináv országok magas termékenység mutatói nem tudhatók be kizárólag a bevándorlásnak, sokkal fontosabbak a biztonságos körülmények és a kiszámítható családtámogatás. Dávid Beáta szociológus a Mama Hotelben lakó fiatal generáció csalóka biztonságérzetéről beszél. Az előadások előtt néhány szó a szervezőkről. A Társadalmi Reflexió Intézet honlapjáról idézek. Az intézet célja, hogy a jezsuita rend missziójára alapozva segítse a társadalmi igazságosság előmozdítását. Megálmodói hisznek abban, hogy az igazságosabb társadalomhoz először annak megismerése a legfontosabb, így az intézet arra törekszik, hogy a legkritikusabb társadalmi kérdésekben tényalapú párbeszédet ösztönözzön, hogy segítse a kutatást, a hazai és regionális valóság több pontjának megismerését. A másik rendező szervezetet, az Ötvös csoportot Botos Máté moderátor mutatta be az esemény elején. Néhány szót hadd mondjak el önöknek arról, hogy az Ötvös csoport az miért is jött létre. Több évvel ezelőtt már elsősorban az volt a szándékunk, hogy egy olyan fórum jöjjön létre, ahol azoknak a vitáknak, azoknak a párbeszédeknek, a kettő akár komplementer dolog is lehet, legyen egy fóruma, ami pótolhatja mindazt, ami sajnos a magyar közbeszédből egyre inkább kiveszni látszik. Örülök neki, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai estén én is itt lehetek, és hogy önöket is itt köszönhetem. Amikor is egy olyan kérdést szeretnénk megbeszélni, megvitatni, ami azt gondolom, hogy messze túlmutat mindazokon a kérdéskörökön, melyeken általában a politika szokott vitatkozni. A magyar társadalom demográfiai helyzetének változása nem csak és nem elsősorban politikai akarat kérdése. A magyar társadalom népesedésének alakulása, népesedési kérdésének alakulása az egy hosszabb távú, mélyebb probléma halmaz, amelyre azonban nyilvánvalóan a politikai formációknak is megvan a maguk véleménye. Ezekkel kapcsolatosan a csökkenésről, a társadalom fogyásáról már az 1980-as években megkezdődött egy diskurzus Fekete Gyula író részéről, aki megfelelő bánásmódban részesültetett utána a különböző szakértői, politikai, értelmiségi körökből. Mindenesetre ő vetette fel elsőként azt a problémát, hogy valóban lesz itt egy sokkal súlyosabb kérdés, mint amivel akkor a
30 évvel ezelőtti helyzetben szembesültünk, hogy tudni, egyre kevesebb gyermek születik, és hát a magyar társadalom el fog öregedni. A fogyásnak pedig mindenfajta következményével szembe kell majd néznünk. Hogy ezek mik lesznek, nem volt előre megjósolható, ma már sokkal több mindent tudunk róla. Azokat a kérdéseket, hogy hogyan lehet a fogyást értékelni, hogy hogyan lehet megjósolni, mit lehet, milyen következtetéseket lehet levonni mindebből, hol fog mindez megállni, meg fog-e állni egyáltalán, hogyan lehet ezeket bármilyen módon ellensúlyozni, ezeket nagyon sokszor politikai megfontolásoktól, vagy ideológiai szempontoktól tették függővé különböző megszólalók, és ebben természetesen szerepet kapott mindenfajta olyan kérdés is, mint az 2015-ben mindannyiunkat válaszra, vagy állásfoglásra készítettük bevándorlási kérdés, vagy a Kárpát-medencei magyarság fönnmaradásának kérdése, a határon túliak fönnmaradásának kérdése, vagy bármilyen más egyéb probléma, beleértve a különböző kormányoknak azon erőfeszítését, hogy támogassák a családok fönnmaradását, és támogassák a népesedési kedv, a gyermekvállalási kedv növekedését. Botos Máté bevezetése után Spéder Zsolt előadása következik. Ugye rögtön elkezdem egy picit, hogy mondjam, a cím eddig, hogy a magyar, azt feltételezni, hogy én a népesség mind a három komponenséről, a demográfia szempontjából fontos komponenséről, a termékenységről, a halandóságról és a migrációról beszéljek. Erről nem fogok mindegyikről beszélni, mert ez mindegyik önmagában egy előadást érne meg. Másrészt teljesen másfajta erők mozgatják ezeket a komponenseket, tehát nem lehet egy fű alatt, egy fa alatt letudni ezt az egész témakört, de azért reménykedem, és majd ki fogok lukadni a végén a trendeket illetően, hogy a termékenységről is talán tudunk eszmét cserélni, beszélgetni. Amikor az ember egy előadást kezd demográfusként, akkor hát egyre inkább azt érzi, hogy mindenki tud már mindent. Ugye két dologhoz ért az ember, a focihoz meg a családhoz. Úgyhogy én a focihoz nem értek, a családhoz próbálok érteni. Tehát ez is egy olyan téma, amiről sokat tudunk, és egyre többet tudunk. Valójában azért, mert egyre élesebbé válnak a problémák. Beszéljünk akár halandóságról, öregedésről, termékenységről. 20-25 évvel ezelőtt nagyon keveset vitatkoztunk erről, sokkal inkább átmenetről, szegénységről, társadalmi egyenlőtlenségről beszéltünk. Azt gondolom, ma is ugyanezek a problémák megvannak, de a demográfia és a népesedési kérdések nyilván egyre érzékenyebben érintenek minket. Tehát közismert dolgokkal fogom kezdeni, és valójában több közismert dolgot újra elmondok, de ígérem, lesz olyan ábrám, amit soha sehol nem mutattam még be, tehát új dolgokat is megpróbálok azért becsempészni ebbe az előadásba. Ugye az első ábra a teljes termékenységi arányszám, ugye az a szám, az a bűvös szám, ami a termékenység egyik legfőbb összefoglaló indikátora, hogy diákjaimnak azzal szoktam kezdeni, hogy az átlagos családnagyságról van szó, vagy az átlagos termékenységről, mert ez egy mutatószám, nem egy valós szám, ugye azt mutatja meg, hogyha a nők és a férfiak, zárójel bezárva, az elmúlt demográfiai portréba férfi termékenységet is vizsgáltunk, tehát beszéltünk férfiakról is, meg rökről is, meg nyilván a két nemnek együttes termékenységéről van szó. Tehát hogyha úgy viselkednének, olyan valószínűséggel vállalnának gyermeket, ahogy ma keresztmetszetileg a 15-től 49 évesek vállalnak, akkor átlagosan ugye ma 1,5 átlagos gyerekszám lenne, 1000 nőre 1500 gyermek jutna, 100 000 nőre 150 000 gyermek jutna, tehát így kell elképzelni. Nyilván ez egy művi szám, ugyanakkor nagyon jól jellemzi azt, hogy hogyan alakul az adott időszakban a termékenységi hajlandóság, a gyermekvállalási hajlandóság. Tehát itt valami hajlandóságról fogunk beszélni. Jól ismert a görbe, ugye itt a bűvös szám, az a 2,1-et szoktam, Andor Katonáról 2,05-öt mondott, annyi kellene, hogy reprodukálódjon a népesség, az apa és anya önmagát reprodukálná hosszú távon. Az egyszerű reprodukciónak ez lenne a feltétele. Ez az arányszám csökkent,
csökkent 1,3-re 1999-ben, onnantól kezdve 1,3-re szinten volt. Ezt mi demográfusok vártuk, ennek így kellett lennie, hiszen elindult egy nagy átalakulás, a termékenység és a családalapítás mintájának az átalakulása, a korai párkapcsolatról és gyermekvállásra egy késői párkapcsolatra tevődött át. Ennek csökkenni kellett, és tartósan alacsony szinten kellett maradnia, és hogyha megnézzük a volt szocialista országokat, akkor az látszik, hogy az átmenet előtt sokkal kevésbé hasonlított egymáshoz, mint mondjuk 1999-2000 környékén a teljes termékenység. Szinte minden ország ugyanott van, 1,3 és 1,4 között, azért, mert egy halasztási folyamat volt, és a halasztás következtében csökkenni kellett a termékenységi arányszámnak. Képzeljük el, hogyha mindenki, aki jövőre gyermeket szeretne vállalni, az 2 év múlva vállalná a gyermekét, és azok, akik 2 év múlva szeretnének, azok 2 év múlva vállalnák, akkor jövőre nulla lenne a termékenységi arányszám, 2 év múlva pedig 2-szer annyi lenne. Tehát amikor egy ilyen halasztásról van szó, ami átlagosan 0,3 évet jelentett, akkor bizony csökkenni kell a teljes termékenységi arányszámnak. Itt a végén a elmúlt éveket tekintve már látszódik azért, hogy kezdenek szétspriccelni ezek az országok, de még nem lehet tudni, hogy milyen minta fog kialakulni. Európában egy bimodális minta jellemző, van egy majdnem reproduktív szinten lévő minta, Franciaország mellett a Skandináv ország, Nagy-Britannia vagy Egyesült Királyság tartozik ezek közé, tehát amikor 2 környékén van a teljes termékenységi arányszám, és van a dél-európai országok és a German speaking country, a német nyelvű országok csapata, akik 1,4 és 1,5 körüli termékenységi szinten vannak 20-30 éve. A volt szocialista országok még nem döntötték el, vagy nem dőlt el, hogy merre fognak elindulni. Úgy tűnik, hogy a nagyon magas termékenység az elég messze van, legalábbis a mi számításaink szerint, a alacsony termékenység pedig egy alsó szintet jelent, de úgy tűnik, hogy annál magasabb szintű lesz a magyarországi termékenység. Erre visszatérek még. Durván egy 25 év alatt 5 évvel nőtt meg az átlagos életkor, az első gyerekvállaláskor 22-ről 27 évre, az átlagos gyerekvállalásnál 25 évről 30 évre nő meg, és hát nyilvánvalóan, hogyha az első gyereket később vállalok, akkor a másodikat is később fogjuk vállalni. Erre majd még visszatérek, erre az első, második, harmadik gyerekekre, mert megint ez egy demográfiai bűvgondolkozást fog jelenteni. A valóságban azonban az történt, hogy kevesebb gyerek születik. Nem csak később születnek, hanem kevesebb gyerek születik, és arról fog csak egy picit beszélni, hogy hogy születik kevesebb gyermek, hiszen ez az a tényező, hogy ami az egyik motorja vagy mozgató erője a népesség csökkenésnek. Még talán előtte egy példa, ami a Franciaországhoz képest Magyarországon hogy néz ki arányszám, hogy megint mit látunk, az, hogy egyszerű dolgokat mégis talán érdemes elismételni. Magyarországon idősebbek a nők átlagos életkor tekintve, mint Franciaországban gyermekválaskor, tehát ezen a területen már túl vagyunk Franciaországon. És amit az elmúlt demográfiai portréba vettünk észre Kapitány Balázs kollégámmal, hogy megmaradt egy olyan termékenység, mondta, egy korai termékenységi minta, ami hát alacsony végzettségűeknek a gyermekvállalását jelenti, akik ugyanúgy, mint 30 évvel ezelőtt, 16-17 évesen, 18 évesen elkezdik a termékenységi életpályájukat. Miért is születik kevesebb gyermek? Ezek úgynevezett családnövekedési valószínűségek, amik azt mutatják meg, hogyha valakinek, akinek nem volt gyereke, és ugye mindenki úgy kezd az életét, hogy nincsen gyermeke, milyen arányba születik meg az első gyereke,
akinek egy gyermeke született, milyen arányban születik meg a második gyermeke, akinek két gyermeke volt, milyen arányban a harmadik gyermeke. Mert végig is ebből fog összetevődni, és ez egy már talán egy picikét demográfiai nézőpont, hogy nem átlagokról beszélünk, hanem rátákról beszélünk, az első után a második jöhet, ugye zárójelet nyitok most, amikor a harmadik gyerek fontosságáról beszélünk, akkor mindig azt is kell tudni, hogy előtte meg kell születni az elsőnek, meg a másodiknak, hogy a harmadik vagy a negyedik megszülethessen. Mit látunk? Azt látjuk, hogy valamik a 40-44 éveseket vizsgáljuk, akiknek már befejeződött gyakorlatilag, elméletileg nem, mert 49 évesig szoktuk számolni, de gyakorlatilag befejeződött a termékenységi pályája. Tehát mi történt velük az 1990-ben 40 évesekkel, és a 2016-ban 40 évesekkel? 1990-ben 92%-nak született legalább egy gyermeke, 2016-ban ez 84%. Mit jelent ez ennek a fordítottját? Hogy 8%-ról 16%-ra emelkedett meg a gyermektelenség. Tehát azoknak a nőknek a részaránya, akiknek nincsen gyermekük. Itt látjuk az első gyermek születése után a második gyermek születésének az esélyét. Egy 78%-ról 67%-ra csökkent ez az arány. Mit jelent ez? Hogy növekszik az első gyermek után megállóknak a részaránya. És akkor már két tényezőnk van, ami miatt kevesebb lesz, alacsonyabb lesz a termékenység, mert az egyik az, hogy nőtt a gyermektelenség, a másik pedig az, hogy egy gyermeknél megállóknak a részaránya is növekedett. Most kérem szépen, az 1960-ban született nemzedék, ugye most kezdek büszke lenni nem magamra, hanem a velem egyidős, vagy tőlem egy kicsit fiatalabb nőkre, ők 2000 gyermeket vállaltak ezek az évjáratok, amíg 49 évesek lettek. És az utána következő 65-ös generáció is szinte ugyanannyi gyermeket vállalt, és itt látjuk a 70, de nézzük inkább a 75-ös generációt, hogy a 70-es években élők azok 20 évesek voltak a rendszerváltozáskor. Ők többé-kevésbé még egy kicsit a régi módon vállaltak gyermeket, de a 75-től kezdődően, akik 15 évesek voltak, azok közül kezdem számolni azokat, de leginkább a 85-ben születetteket, akik már az új világba, a rendszerváltozás után olyan körülmények között vállalnak gyermeket, ami már az új piacgazdaságot, új szociális rendszert, termékenységi rezsimet jelenti. Tehát valójában majd ez a generáció, ugye, akik még jelenleg, ahogy látjuk, csak 35 évesek, az ő görbéjük végén fogjuk látni azt a mintaváltást, amiről itt próbáltam beszélni. De mit látunk itt elég pontosan, vagy legalábbis reményeim szerint, hogy 40 éves korban, ugye 40 éves kor után már a gyerekeknek csak 1-2%-a születik meg, legalábbis a demográfusok számításai szerint. Tehát azt lehet mondani, hogy akkor már majdnem vége a gyermekvállalási karriernek. Aki elkezdte, az már befejezte, többé-kevésbé, egy-kettő még összejön utána is. Aki nem kezdte el, annak meg baromira kicsi az esélye, hogy 40 év után el szokta kezdeni. Ugye ezek a Káli intézet is azt szokta mondani, hogy 35 éveskor előtt gyertek hozzánk, tehát akkor meg még nincsen probléma. Tehát addig működőképes sokkal inkább az ember is. Tehát mit látunk 40 éves korban? Azt látjuk 40 éves korban, hogy körülbelül 300-320-szal kevesebb gyerek született 1000 nőre vonatkoztatva. Az azt jelenti, hogy 0,3-del csökkent a termékenységi arányszám, a befejezett termékenységi arányszám. Persze elvben még itt felmehet az egekig ez a termékenység, de gyakorlatban nem fog felmenni. Ha később kezdjük, akkor kevesebb idő van a gyerekek megszület. Ezért veszélyes a halasztás, mert akkor marad 5 évünk, és akkor mindent bele kellene tenni, hogy akkor minden passzoljon, partner is passzoljon, éppen minden munkahely is passzoljon. Tehát a túl sok halasztásnak az a veszélye, és most lementem az individuális szintre,
hogy nem tudjuk a terveinket megvalósítani, és ez valójában elég jellemző Magyarországra és a volt szociális országok többségében, hogy fele olyan eséllyel tudják a rövid távú gyermekvállalási terveiket beváltani. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy 3 éven belül szeretne egy gyermeket, akkor a hollandoknál ez 80%-os sikerkritérium, nálunk pedig, vagy Bulgáriában 40%-os, 30%-os. És nem arról van szó, hogy meg hány gyermeket szeretnél, hanem a következő néhány évben, ugye egy kollégám szokta mondani, hogy dolgoztok-e már rajta, és mégse. Azért nem, mert folyamatosan változó körülmények között vagyunk, és kiszámíthatatlan körülmények között a legracionálisabb választás a halasztás. Később, eltolom későbbre ezt a történetet. Van egyéb oka is természetesen, az iskolai expanzió nyomja hátra nyilvánvalóan a gyermekvállalás, mert iskola az nem összeegyeztethető. Tehát kevesebb gyermek születik. 1990-ben ugye a nagy Ratko unokák generációja éppen 15 éves volt, 90 ezer nő van szülőképes korba. A 15 év lép be, bocsánat, abba a csapatba, akik szülőképes korba lesznek. 2016-ban ez 45 ezer. Tehát az elmúlt években 45 ezeren léptek be szülőképes korba. Tehát már megszülettek azok, és sokkal kevesebben vannak, akik a jövőben anyák és apák lehetnek. Ez a driverje, ez a erő mozgatja alapvetően azt, hogy a hiába fog növekedni, vagy növekszik valamelyest a gyermekvási hajlandóság, a gyermekszám nem fog növekedni, mert ezek a Ratko unokák, ezek most itt vannak 40 éves korba, itt már néhányan ki is léptek a 40 éves korból. Ugye itt becsületesen 49 éves korig húztam én meg a korfát, mert elvben addig történhet gyermekvállalás, azért alapvetően 40 éves korba bezáródik. És hogyha itt megnézzük, hogy hogyan fog az elkövetkező néhány évben ez a plusz 80-90 százerrel csökkenni a szülőképes korba lévőknek az aránya, akkor hiába fog növekedni a gyermekvási hajlandóság, nem tudja ellensúlyozni azt, ami csökkenést jelent, az, hogy egyre többen lépnek ki szülőképes korból, és egyre kevesebben lépnek be. Spéder Zsolt után hallgassák meg Dávid Beáta előadásának összefoglalását. Én is köszönöm szépen a szót, és kicsit Zsolttal beszéltünk előtte, hogy milyen módon fogjuk ezt a mai napot tervezni, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy én vagyok ebben a történetben a színes szagos, egy kicsit úgy érzem, mert azok a számok, amiket a Zsolt mondott 90-től máig, azt én egy kicsit egy ilyen családszociológiai szempontból egy kutatás alapján szeretném picit mély forrásként bizonyos dolgokra mélyebben rávilágítani, és megmutatni azt, hogy amikor itt beszélgetünk különféle szenáriókról, akkor vajon a magyar társadalom, az az elmúlt most már 30 év, ami ugye a rendszerváltás óta történt, az vajon a viselkedésünkben, a normáinkban, a fejünkben hogyan alakult, változott, és ebben a tekintetben vajon mire várhatunk, amikor arról beszélünk, hogy akkor most melyik változat fog tulajdonképpen 2070-re teljesülni. Tehát a történet, az kicsit úgy mondtam, hogy születés, rendszerváltás, szülés, az 1988-89-ben kezdődik. Losonczy Ágnes neve talán nem ismeretlen ebben a körben, és azt akarta ő megnézni, és egy panelkutatás segítségével, hogy akkor szülő nők, és azok a gyerekek, akik első gyerekként születtek, 88 vagy voltak, tehát várandósok voltak az anyák, azokkal vajon mi lesz X év távlatában. Tehát a kutatás az pont ekkor indult, vagyis 88-89-ben elindult a kutatás, megszülettek a gyerekek. Egy nagyon érdekes dolog történt, mert történt egy rendszerváltás, amire senki nem gondolt, és ez pont úgy történt, hogy megszülettek a gyerekek, vagy épp akkor születtek, jött a rendszerváltás, és még egyszer vissza tudtak menni
az Ágnesik a kutatócsoporttal, és tulajdonképpen eltelt 20-25 év, és akkor szerencsére ezek a kérdőívek megmaradtak az akadémia különböző szekrényeiben, túlélt egy jó pár költözést, és elő tudtam venni ezt az egészet, és tudtam pótolni, illetve meg tudtam nézni, hogy na, és azóta mi történt. Tehát igazából amiről beszélünk, az ennek a 25 évnek a története, és akkor kicsit a számokra nézve, tehát 89-ben 300 családot keresett meg, 300 nőt keresett meg akkor az Ágnes, Budapest agglomerációjában minden olyan anyát, aki akkor az első gyerekét várta. 90-ben, tehát mikor megszülettek a gyerekek, megtaláltak 250 családot, de igazából 200-ról készült kérdéves adatfelvétel, akkor megkérdezték az anyát és az apát, és mi 2012-13-ban mentünk vissza a családokhoz, és hát megtaláltunk tulajdonképpen 116 családot. Hol is történt ez a kutatás? Nem véletlen, hogy Ágnes 88-89-ben a budapesti agglomerációnak a szegényebb részén kutakodott. Itt volt már akkor is nagyon magas a koraszüléseknek a száma, tehát ez volt igazából az érdekes, hogy mi történik ezekkel a családokkal, akiknek ugye, ha megnézzük ezt egy kicsit, még hátrébb lépünk a történeti szempontból, akkor ezek a települések azok, ahol nagyon sokan jöttek vidékről, nem tudtak Budapestre följönni, és ezeken a településeken tudtak valamilyen módon gyökeret verni, és jártak bedolgozni Budapestre. Tehát ez mindig is egy szegényebb és gazdaságilag is talán azt lehet, hogy hátrányosabb helyzetű településeken zajlott ez a kutatás. Tulajdonképpen mi igazából ezt a 25 évet próbáltuk olyan szempontból megérteni, hogy van egy minta, mindazok a számok, amiket Zsolt elmondott, hogy hány évesek voltak a nők, hány gyereket szerettek volna, milyen terveik voltak, minden teljes mértékben ugyanazt találtuk, eltelt 25 év, és akkor tulajdonképpen mi történt? Ugye az a kérdés egy ilyen esetben, hogyha pusztán csak azt nézzük, hogy a szülők hány évesek voltak, és mi volt az a norma rendszer, amit hoztak és próbáltak átadni, akkor egész más számokat kellett volna látnunk, mint amit végül is láttunk, és azok a számok, amiket mi láttunk, teljes mértékben egyeztek ugye azzal a 25 évnyi változással, amit a demográfiai számok mutatnak, vagyis valami olyan dolog történt a társadalmi környezetbe, ami igazából a szűk családi mintákat tulajdonképpen megváltoztatták, sokkal erősebb volt az a társadalmi környezet, ami megváltoztatta tulajdonképpen a mintázatokat. És hogyha kicsit tovább gondolkodunk, akkor a kérdés az, hogy ezek a mintázatok egy olyan rendszerben, ami ma van, hogy próbáljuk ugye ezt a termékenységi rátát emelni, az vajon befolyásolható-e, vagy sem? Erősebbek ezek már, ezek a normák, amikben mi élünk, vagy nem? Vissza lehet-e fordítani, meg lehet-e állítani, vagy sem? Tehát akkor tulajdonképpen amit szintén Zsolt is mutatott, a kérdés az volt, vagy azt találtuk, hogy egyről a kettőre eljutottak-e a szülők. Tehát megszülettek-e a második gyerekek, ugye, mert akkor ez a minta ilyen módon speciális minta volt, mert már mindenki várta az első gyereket. Ha ma nézzük, és a mai gyerekeket, akiket mi megtaláltunk és megkérdezzük, akkor igazából a kérdés az, és amivel nagyon foglalkozni kéne, hogy megszületnek-e az első gyerekek. Hogyan jutunk el nulláról az egyre? A másik az az, hogy amikor megpróbáljuk megérteni, kiderült, hogy azért a rendszerváltásról, hogy az egyének, az emberek tulajdonképpen hogy élték meg a rendszerváltást, nem nagyon van, nem csak szociológiai, nem nagyon van erről semmiféle kutatás. Főleg nem adatokkal is talán alátámasztva, sokkal inkább van politikai, jogi, gazdasági, de valójában, hogy az emberekkel mi történt. És ilyen speciális módon, hogy tényleg mi tudtuk azt, hogy ők mit gondoltak abban az időben, amikor még nem volt rendszerváltás, jött a rendszerváltás is ma. És ennek a hátteréül a biztonságot próbáltuk megérteni, a biztonságnak az összefüggéseit. És ami még egy fontos dolog, igazából egy kicsit a kutatásnak egy nem várt
eredménye, vagy nem erre számítottunk, de szeretnék egy dia erejéig ezt bemutatni, az pedig a várt és a nem várt gyerekeknek valamilyen fajta összefüggése. Ugye az eredeti kutatás kitért volna erre, hogy vajon mi történik azokkal a gyerekekkel, ugye, ha követjük, és tudjuk azt, hogy őket annak idején az édesanyja, vagy az édesapa, vagy mindkét szülő nem nagyon várta, annak vajon 20 év távlatában milyen egészség, magatartásbeli következményei lehetnek például. Erre mi nem kaptunk választ, ezt most elmondom miért, de tehát most maradjon ennyibe, ez a két szülő nem nagyon várta. Annak vajon 20 év távlatában milyen egészség, magatartásbeli következményei lehetnek például. Erre mi nem kaptunk választ, ezt most elmondom miért, de... Tehát most maradjon ennyibe ez a kérdés, hogy itt a nem várt gyerekekről is van egy érdekes összefüggés. És akkor nézzük meg, hogy mi történt tulajdonképpen a szülők tekintetében. Ugye mindig a vágy és a valóságot megpróbáltuk olyan módon összehasonlítani, hogy tényleg ugye legtöbbször a demográfiai kutatások is ugye megkérdezik, hogy hány gyereket szeretett volna. Kevés, igazából a panel kutatás az, ami azt tudja, meg tudja nézni, hogy megkérdeztük, amikor várta már az első gyerekét az édesanyja, hogy még hány gyereket szeretne. Megkérdeztük 2012-ben, amikor visszamentünk, hogy emlékezzen vissza, hogy ő hány gyereket szeretett volna, és megtudtuk a valóságot is, mert ugye amikor mi visszamentünk, ezeknek az édeseknek, a anyáknak a nagy része ugye már befejezte, tehát a szülőkorból kilépett. Ugye az látszik, hogy még 12-ben is többen szerettek volna második gyereket, visszaemlékezve, mint ahánynak valójában lett. Tehát a nők esetében azt lehet mondani, hogy itt van a nagy különbség, hogy ki az, aki egyről a kettőre eljutott, és ki az, aki tulajdonképpen a teljes átlag kijött a kettes, mindig a vágyakban is, és a valóságban is a kettes számhoz valami bűvös gyerekszám, de ez kétféleképpen jön ki. A vágyak szintjén sok második gyerek, vagy sok két gyerekes, és viszonylag kevés az egy gyerekes és a több gyerekes, és a valóságban viszont az átlag úgy jön ki, hogy kevesebbnek született meg a második gyereke, viszont voltak olyanok, akiknek megszületett a harmadik gyereke. Ugye ez egy nagy kérdés, hogy ezek az összefüggések, hogy ki az, akinek egyről kettőre nem jut, illetve jut kettőről háromra, ott milyen szociológiai háttérváltozók szólnak ebbe bele. Az érdekes szintén, amire szerintem oda kell figyelni, az apáknak az adatai. 88-ban, 89-ben olyan nőt, anyát nem találtunk, aki azt mondta volna, hogy az attól függ. Az apáknak viszont egy ötöde azt mondja, és mondta is, hogy attól függ. Vagyis ilyen módon ez népben a nőknek a befolyása, hogy az előre viszi a történetet, vagy pedig azt mondja, hogy tehát ez is egy nagyon fontos dolog, amire szintén érdemes odafigyelnünk. Mi történt a fiatalokkal? Mi a valóság 2012-ben? Ugye ezek a fiatalok, ha meggondoljuk, akár fiúk, akár lányok, nagyjából annyi idősek voltak, mint amikor az ők szüleik ugye várták őket. Magyarul azt jelenti, hogy ha csupán ez a mintázat lett volna követendő, vagy ezt követték volna, nem lett volna társadalmi változás, norma változás, stb., akkor jóval több gyereknek kellett volna már magának is családosnak lenni. Nem az, hogy nem voltak családosak, hanem összesen hármuknak volt gyereke, az 5%-nyi, de nincs értelme itt igazából, azt hiszem a számokról beszélnünk, akik közül már majd látjuk, hogy kettő közülük azt mondta, hogy és ő köszöni szépen, több gyereket nem is nagyon szeretne. 23-24 éveseknek kétharmada még a szülőkkel élt, szintén teljesen egybecsengnek a nagy más mérésekkel. És ami még nagyon izgalmas, és megint ugye ez a nulláról az egyre lépcső, hogy nagyon sokuknak nem volt még tartós párkapcsolata. Nem az, hogy együtt éltek volna, vagy ilyesmi, nem volt. Tehát most akkor arról is kéne beszélnünk, itt vannak ezek a fiatalok, hogy és akkor mikor lesz meg az a pár, és utána aztán abból hogyan lesz ugye egy gyerek. De ez is két gyermeket terveznek,
Viszont a megoszlás, akár fiúkról, akár lányokról beszélünk, nagyjából hasonló volt, hogy megjelent a lányoknál is a bizonytalanság, és megjelent az is, itt 5%, mondom, nagyon picik ezek a számok, de hogy nem akarnak, nem tervezik. Tehát ez megint a demográfiailag, Zsolt erről nem beszélt, de az az akaratlagos gyermektelenség 25-30 éve ilyen nem nagyon volt, és most megjelent, tehát ez a német minta, azt hiszem ott, nem tudom a számokat pontosan, de ott ez kevett. Tehát ezekre is nagyon oda kellene figyelnünk, hogy bizony a társadalmi gondolkodásban ez is benne van, és egyre inkább benne van. És ugye nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen, és két idézetet hoztam ide, hogy mi az, amivel itt a szülők, mi szülők, mert én is ebbe a körbe tartozom, mert a lányom 90-ben született, és lehet, hogy azért is csináltam ezt a kutatást, hogy kicsit megértsem ezt az egészet, de hogy mi az, amit mi szülők is sugallunk, ugye megint mi az a környezet? Mit mond az egyik édesanyja? Azt mondja, hogy ugye az ő lánya, aki most már 23-24 éves, mégis asszisztálja az édesanyja, hogy hát 30 éves korára 4 lála lesz, mondja ezt a lánya. És akkor a mama is azért azt gondolja, tehát ez kicsit irreális, ugye, amit te gondolsz, kislányom, hogy 4, hát akkor valamikor már el is kéne kezdeni. Tehát ugye itt kezdődnek azok a kicsit irreális elvárások, amiket mi szülők, vagy mi társadalom ilyen-olyan módon, ha más nem csöndben, de asszisztálunk. Ugye maguktól véletlenül ezek a dolgok nem történnek meg. És a másik dolog, ami nagyon izgalmas volt ebben a kutatásban, és ez az érzet. Tehát amikor megpróbáltuk megérteni, hogy mi volt így a rendszerváltás környékén, mi az, ami közös a történetben, és utána 2012-ben, akkor akárhányszor interjúkat is készítettünk, illetve végignéztük a kérdőíveket, a bizonytalanság. Ugye ez, hogy ezt sugalljuk egymásnak, magunknak, mondják a szülők a gyerekeiknek, mondják nekünk a kérdezőbiztosoknak, hogy igen, most minden sokkal bizonytalanabb. Na most vajon így van ez? Vajon tényleg így nézünk-e ki, hogy sokkal-sokkal bizonytalanabb minden? 7 olyan biztonságdimenziót mér, vagy próbáltunk meg operacionalizálni akkor és most, ami lefedi tulajdonképpen akár a gyerek várásnak a körülményeit, vagy intenzióit, akár az egész élettörténetet. Ez a 7 dimenzióban, minden 7 dimenzióban az adott időnek megfelelően fölállítottunk, hogy kis teljes, tehát nagyfokú biztonságban élnek, kisfokú biztonságban, kisfokú bizonytalanságban, vagy nagyfokú bizonytalanságban. Mindegyik az adott időponthoz képest, és ezt próbáltuk valahogy összehasonlítani és megérteni. Ugye a 7 dimenzió a munka volt, az otthon, a párkapcsolatnak a biztonsága, a családi kapcsolatok, a baráti kapcsolatok, és valamilyen módon a testi, lelki egészség, illetve a jövő, tehát hogy a jövőt mennyire képzelik el biztonságban, tehát ez volt a 7 dimenzió. És akkor nézzük meg az adatokat. Az látszik, hogy először is olyan nem volt soha, hogy valaki mind a 7-ben, egyetlen egy, de még 6-ban sem. Tehát olyan család, olyan anya és olyan gyermek, aki mindegyikben biztonságban, teljes biztonságban érezte volna magát, akkor is ma olyan nem volt. Az látszik, hogy ma a fiatalok közül kevesebben vannak, akik egyetlen egy dimenzióban sem érzik magukat nagyfokú biztonságban, tehát ez már egy kicsit ugye ellene mond ennek az egész érzetnek, de többen vannak olyanok, akik csak egyben vagy kettőben, míg az édesanyáknak az 1/5 akkor azt mondta, hogy ő nagyfokú bizonytalanságban van, tehát egyetlen egy olyan dimenzión se volt, amiben biztonságban lett volna, nagyfokú biztonságban lett volna, viszont ugye sokkal többen voltak, akik a 3 vagy 4-ben. Tehát egy kicsit ilyen módon szórt a történet, de az átlag akár akkor, akár ma nézzük, tehát megint ez a mi percepciónk ilyen módon, azt kell mondanom, egy picit csal, akkor is és most is nagyjából az átlag az 2 körül mozgott, tehát 2 dimenzióban érezték az anyák akkor, és a gyerekek ma nagyfokú biztonságban. Ugye hogyan néz ki tulajdonképpen ennek a biztonság, a különböző biztonságoknak a megoszlása? Mi látszik ebből? Mire tudunk ebből következtetni? Ugye nem véletlen az, hogy a
Az, hogy akkor a munka nagyobb biztonságot jelentett, ez azt hiszem 88-89-ben ez nem meglepetés. Sokkal akkor sem, de ma még kevésbé érzik magukat a fiatalok biztonságban, az otthon szempontjából. Ugye mi azt mondtuk itt, hogy nem az a fiatal van biztonságban, akinek még otthon van a helye, és kilátása nincs arra, hogy onnét elköltözzön, és egy új életet tud teremteni. Mert ugye az, hogy valaki egy új családot tudjon alapítani, ahhoz igazából az otthon biztonságát az jelenti, ha ki tud otthon lépni. Tehát ezt erre figyelni kell. És ami nagyon izgalmas, és tulajdonképpen részben jó, részben rossz, hogy ezek a mai fiatalok nagyon jól érzik magukat otthon. Nagyon jól. Eszük ágában nincsen elmenni otthonról. És ez nem csak azért van, mert nem tudnak, ez is benne van, de valahogy, mintha a szülők is ugye mindent megtennének ahhoz, hogy ezt a jólétet otthon fenntartsák. És ez részben jó dolog, hogy megváltozott, és otthon tartanak minket, vagy mi a gyerekeinket, ugyanakkor ez nehezíti a felnőtté válásnak a lehetőségeit. Mi a biztonság sorrend tulajdonképpen? Annak idején a munkának a biztonsága volt a legelső, tehát abban érezték magukat leginkább biztonságban az emberek. Utána jött a párkapcsolat, család, barát, otthon, és a gyerekek, amint már említettem, nagyon jól érzik magukat biztonságban otthon, és a legutolsó, mármint a családban, nagyon megnőtt a baráti kapcsolatoknak a szerepe, tehát ez egy nagyon fontos változás, és akkor tulajdonképpen egy kicsit megpróbáltunk eljátszani azzal a gondolattal, hogyha ezeket a biztonság dimenziókat egy hálózatban képzeljük el, akkor ez a hálózat tulajdonképpen hogyan tartotta össze az anyákat 89-ben. Az látszik, hogy ez egy nagyon erős hálózat. Tehát ez mindennel összefüggött. Az otthon, a párkapcsolat és a munkának tulajdonképpen egy hármas biztonsága volt, ami nagyon erősen összetartotta tulajdonképpen ezt az egész történetet. Hogy néz ki ma a gyerek, a fiataloknak ez a hálózata? Ugye az első, amit meg kell említenünk, ami negatív korrelációt jelent. Hogyha az egyikben nagyfokú biztonságérzetem van, az tulajdonképpen a másikat gyengíti. Vagyis az, hogy például ez az egészségtörténet, testi-lelki egészség, ami azt jelenti a mai fiatalokban, hogy kicsit hedonista módon nagyon sok időt foglalkoznak magukkal, hogy mit esznek, hogy mit sportolnak, hogy néznek ki, az részben tulajdonképpen furcsa módon, de ellene hat annak, hogy ő elképzelje azt, hogy akkor ő most családik, kilép ebből a biztonságos, kicsit hedonista életből, és hétvégén azt csinál, amit akar, hanem megijed ettől az egész történettől, hogy neki akkor most bizonyos dolgokról le kell mondani. Tehát ezek óvatosan szoktam ezekről beszélni, de valami ilyesmit azt gondolom, hogy mindnyájan érezzük, hogy talán ez nem véletlen, ez az összefüggés. A másik, ugye az otthon és a jövőnek az összefüggése, igen, tehát az, aki ma valamilyen perspektívát az otthon szempontjából lát, hogy hova fog költözni, vagy már most, akár albérletről is van szó, az sokkal biztonságosabban képzeli el a saját számára, vagy a család, vagy a jövendőbeli család számára is a jövőt. Ugye egy nagy kérdés, amit szeretnénk majd egy mostani kohorsz kutatásban egy picit ezt újra modellezni, nem pontosan így, hogy a gyerekvállalást például ez a fajta biztonság hálózat tulajdonképpen hogyan befolyásolja, hogyan változik. És akkor tulajdonképpen csak egy idézetet szeretnék így bemutatni. Ezt a hálózatot ennél jobban nem tudom se elmondani, se leírni, se elemezni, mint ahogy ez az anyuka leírta ezt a történetet a fiával kapcsolatban. Ugye képzeljünk el, mondom, egy 23-24 éves gyerekről beszél ez az anyuka. Ádám párválasztása nem gondol, hogy milyen lesz a jövője, még nem tudja. Tehát nem az, hogy ő segíteni ezt a történetet. Azt
tudja, és akkor nézzük a szavakat, hogy szeretne egyszer valamikor elköltözni tőlünk. És ez egy természetes dolog is, de azért benne van a mama, hogy igazából persze ő ezt tudja, de maradjon még otthon, még nem kell, hogy elköltözzen. Mert én is mondtam, hogy hát akkor mehetne albérletbe, amit ki kéne próbálni, amit én majd kifizettek, kitakarítok, és a mosnivalót meg hazahozza, és kimosom. Tehát csak így, tehát gondoljuk végig ezt az egészet. És akkor itt van az alap, hogy kötődik hozzánk, és nagyon jól érzi magát otthon. Ez copy-paste volt abban a 110 családnál. Tehát ez minden anyuka nagyjából ezt így mesélte el. És akkor követ tovább. Szabad életet él. Gazdálkodik a maga kis fizetésével. Tehát tulajdonképpen minden pénz, amit ő keres, dolgozik, haza, nem kell neki semmit se beadni, azt ő maga elkölti. Ilyen módon, tényleg, szóval ilyen jó nem lehetne sehol másutt élni, ha nekem ki kell fizetni a csekkeket. De olyan rendes kisfiú, mert ha adta az a csekk, amit nem tudunk befizetni, akkor még azt is megteszi. Tehát valami ilyesmi zajlik tulajdonképpen a háttérben, és amikor arról gondolkozunk, hogy igen, itt most nem tudom én, egy gyerek, két gyerek, három gyerek, akkor egy picit mindig azt mondom, hogy álljunk le, és gondolkozzunk el, lépjünk egyel visszébb, és próbáljuk meg ezt az ugrást megtenni. Ez a kutatás úgy indult, és azt szerette volna megnézni, hogy mi történik azokkal a gyerekekkel, akiket nem várnak. Na most mi azt láttuk, ugye, hogy azok a gyerekek, az édesanyák, akikről azt mondták az első gyerekről, és azt mi tudtuk kontrollálni, hogy nem várták, a visszaemlékezések szépítettek. Alig volt olyan édesanya, aki arról a gyerekről azt mondta volna, hogy ők azt nem várták volna. És még ugyanígy gondolkoztak, ugye már nem volt adatunk, a második gyerekről is, mert azt viszont megkérdeztük, hogy és még hány gyerekük született. A második gyereknél is ugyanez volt az arány. Mindenki várta azt a gyereket, és ennek ugye megvan a pszichés hozadéka mindenképpen. Viszont nagyon izgalmas a harmadik, illetve a negyedik gyereknél, hogy sokkal, még így is, hogy az emberek szépítik a valóságot, ugye kognitív diszonancia, az, valahogy ezt a kettőt össze kell hangolnom. Ennek ellenére sokkal magasabb arányban mondták azt, hogy ők azt a gyereket nem várták. Tehát én csak azt szeretném ilyenkor ezzel úgy mondani, vagy felhívni a figyelmet, hogy ez egy nagyon fontos dolog, ebben mélyebben a szociológia kevésbé szokta a gyerek helyet vizsgálni, a pszichológia sokkal inkább, de hogy amikor arról beszélünk, hogy akkor még szülessenek gyerekek, akkor ezzel óvatosan kell olyan módon bánnunk, hogy ennek ne legyen egy ilyen hulláma, vagy ne legyen egy ilyen következménye, hogy esetleg ezekkel kevésbé tudunk aztán mit kezdeni, vagy ennek a következményeivel is legyünk tisztában. És köszönöm szépen. Az Ötvös József csoport és a Társadalmi Reflexió Intézet rendezvényén a hallgatóság kérdései közül csak hármat emeltem be ebbe a közel egy órás összefoglalóba. Az első így hangzik. A kormány mostani népesedési programjának mekkora hatása lehet a valóságban? A kérdésre Spéder Zsolt válaszol. Hogy a népesedési programnak mekkora hatása lehet, ezt nem tudom. Amit tudunk, az, hogy ez először is, és hadd kezdem a nulladik ponttal, hogy a népesedési vagy családpolitikai programok, ugye azok egy tényezőt jelentenek a gyermekvállalási környezet szempontjából, legalább olyan fontos példának okáért, hogy egy recessziós gazdaságban, vagy egy gazdasági bumba vagyunk, erre elég jól lehetett látni. Gyakorlatilag 2008-ban minden országban lecsökkent elég erőteljesen a termékenység, mert ezek olyan idők, amikor nem születnek gyermekek. Ugye megint ilyenkor elhalasztják a jobb évekre az embereket. Ugyanúgy nagyon fontos, és ez már részben a családpolitikához kapcsolódik, ugye, hogy milyen intézményrendszerrel vannak körülvéve lokális szinten, milyen a hozzáférhetőség a gondozó intézményekhez, és így tovább. A családtámogatásokat vizsgáltuk, és a múltbelieket, és most a múltbelit úgy értem, itt Gábor Sandrás itt van, ő is vizsgálta, ő még a múltbeli, tehát még a rendszerváltás előtti főképp időszaknak a családtámogatásai mutatták ki, hogy annak van pozitív hatása, késleltetve.
Kapitány Balázs kollégám a Gyedről mutatta ki, hogy elég komoly hatása volt. Mi egy kollégámmal azt mutattuk ki, hogy a bokros csomagnak negatív hatása volt. Amikor a bokros csomagot befejeződött, ott utána visszatért a termékenység az eredeti szintre. A Gyetről lehet tudni, amit 93-ban bevezettek, hogy az pozitívan hatott a harmadik gyerekek megszületésére. Ugye emlékeztető, a harmadik gyereknél 3 évről 8 évre lehet megnyújtani a gyermeknevelés időszakát a fix összegű támogatással, és ennek alacsonyabb iskolai végzettségek körében egyértelműen volt hatása, és azt is lehet látni, hogy a 99-től az adókedvezmény bevezetésével a harmadik gyerekek születésének a valószínűsége megnőtt. Tehát a múltra vonatkozóan úgy tűnik, hogy van hatása, hogy most ez sok vagy kevés, az nyilván azt nem lehet, vagy nagyon nehéz számszerűsíteni, sok-e az Audinak adott támogatás, vagy kevés, ezt se lehet ilyen pontosan számszerűsíteni. Tehát lehet számszerűsíteni a kifizetett összegeket, de hogy mostan mennyi abból az elég vagy a sok, nagyon nehéz választ adni. A legújabb családtámogatási változtatások nagyon furcsán fog hangzani, nagyon izgalmasak vagy érdekesek. Hogy az első olyan policy szerintem nemzetközileg a babaváró támogatás, ami a timingra, az időzítésre hatna. Tehát arra, hogy amit tervezünk, az szülessen meg hamarabb. Nem tudom, hogy ez a kimondott célja, de én így értelmezem, hogy ez egy timingolós policy, és hogyha igaz az, amit mondtam, hogy részben azért csökken a termékenység, mert halasztjuk, hogyha ennek lesz egy olyan hatása, hogy előre hozódnak a gyermekvállalások, akkor lehet ebben hatása. De hát ez nyilván nagyon nehéz erre most választ adni. Azért emeltem mindezt csak ki, mert egy osztrák kollégám, a Wolfgang Lutz, aki talán az egyik legnagyobb demográfus, mindig megemlítette, hogy a timing a probléma, ugyanis ha megszületik a gyerek, hogyha nem születik meg időben az első gyerek, nincs idő a következő gyerekekre. Tehát ilyen értelemben ez szerintem egy nagyon érdekes, vagy nem érdekes, egy nagyon olyan jellegű intézkedés, aminek kellene lenni hatásának. Hogy lesz-e hatása, vagy nem, de nyilván sok egyéb tényezőtől is függ, mert megint, hogyha nincs az embernek rendesen partnere, és azt tudjuk, hogy a párkapcsolatoknak az instabilitása növekedett, hogyha recesszió van, vagy hogyha ugye egyre erőteljesebb az elvárás a munkahelyen a munkaidőnek a meghosszabbítására, ami persze megint javulhat, mert most javul a munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon. Tehát ez egy sok szereplős tényező csoport, de minden esetre azt gondolom, hogy néhány év múlva ez nagyon fontos lesz megvizsgálni, hogy egy ilyen új típusú policynak, ami nem csak arra vonatkozik, hogy adjunk többet, hanem megpróbálja az időzítést is befolyásolni, lesz-e hatása vagy sem. Egy másik hallgató azt kérdezte, hogy migráció nélkül biztosítható-e a demográfiai fenntarthatóság? Migráció nélkül, vagy migráció és demográfiai fenntarthatóság, ugye a népesség. Ugye azzal kezdtem az előadást, hogy a népességbe, és itt egy kérdést előre is hozok, mert az pedig a halandóság problémáját veti fel. Ugye a legnagyobb népességcsökkentő elem ma a magas halandóság. Tehát nem a most mennyiséget tekintve 40 ezerrel több, magasabb, a minden évben más számról van szó, a elhalálozottak száma, és itt van egy növekedés, egy megrekedése a várató élettartamomnak, de bizonyos szempontból ez, hogy mondjam, égető problémának látszik, mint a termékenységi probléma, de a demográfus azt mondja, hogy mind a három tényezőnek van szerepe, tehát a vándorlási egyenlegnek, hogy mennyien mennek ki, illetve jönnek be, az egyértelműen befolyásolja a népesedésnek a helyzetét. Nagyon sokáig, 1990-től valójában egy
magasabb volt a bevándorlóknak a részaránya, mint a kivándorlók, most a kivándorlók részaránya magasabb. Nyilvánvalóan az egyenleg hozzá fog járulni ahhoz, hogy többen leszünk, vagy kevesebben vagyunk. Tehát demográfus nem tud más csinálni, ez egy abszolút egyszerű számtan, és én specmatekos voltam, ezért szeretem ezt a tudományt. Plusz-minusz emberek számáról van szó, ami persze furcsán hangozhat, de és nyilván sok minden van mögötte, korszerkezet, meg azok a fajta driverek, amik egyik vagy másik tényezőnek a nagyságát befolyásolják, és nyomják egyik vagy másik irányba, és minden egyes tényezőt tekintve nyilván a politikának, a társadalompolitikának van szerepe, nem ugyanannak a társadalompolitikának, az egyik a migrációs politika, a másik a egészségpolitika, a harmadik pedig a családtámogatásoknak a rendszere. Nyilvánvaló, hogy ezek mind befolyásolják a népesség nagyságát és dinamikáját, alakulását. Az utolsó kérdés pedig így hangzott. Demográfiai szempontból hogy fognak kinézni néhány évtized múlva a vidéki városok? Nagyon jó a kérdés, ugye megint összetételi hatások meg mozgásokról van szó. Tehát vannak nyertes városok, meg vesztes városok. Budapest mindig egy nyertes város, már a nép nem igaz, mert ugye itt volt egy kirajzása 2000-es évek környékén, amikor 1,75 millióra lecsökkent Budapestnek a részaránya, most meg van egy visszanyerése a népességnek. Tehát nyilván itt a kevésbé prosperáló keleti városok azok, meg déli, egyes déli városok, de nem is a városok, hanem a kisebb falvak. Tehát nagy depopuláció, elnéptelenedés vagy és öregedés problémája, ez alapvetően a bizonyos falvakat fog leginkább érinteni, és hát nyilván a kisvárosokat is úgy terjed az ezekhez tartozó, megye központokra, tehát ez a központi területek azért mindig fiatalabbak, mint a környéken lévő falvak és kisvárosok. Tehát itt lehetnek nagyon komoly elnéptelenedési problémák, de ez megint egész Kelet-Európát jellemzi, tehát Litvánia, Lettország, Lengyelország szerintem borzasztó jelentős elnéptelenedési területek vannak, és alapvetően nyilván a kevésbé prosperáló és kistérségeket illetően. Tehát nem a megyeszékhelyekre gondolok, hanem inkább az ennél kisebb kisvárosokra, illetve kisebb településekre. Ez volt a Civil Leletek, a Civil Rádió konferenciákat ismertető műsora. Önök az Ötös Csoport és a Társadalmi Reflexió Intézet Meddig fogy a magyar? Termékenységi trendek és családszociológia címmel tartott rendezvényén Spéder Zsolt demográfus és Dávid Beáta szociológus előadásának összefoglalóját hallották. Búcsúzik önöktől a mai szerkesztő, Vág András. Viszont hallásra! Каждую пятницу в 7 вечера в эфире Civil Radio FM 98.0 слушайте программу русскоязычной редакции «Голос Будапешта». Новости недели, комментарии и советы экспертов, анонсы предстоящих событий и большие интервью с гостями студии. А еще качественная отечественная музыка. Будьте с нами на Civil Radio FM 98.0 в социальных сетях и в интернете. www.budapestvoice.com 114, 115, 116 117 perc. A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja. Minden hétköznap 16 órakor. Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel. Angyalföldtől Zuglóig, Kispesttől a hegyvidék, Palotától Soroksárig, Óbudától Újbudáig. Helyben vagyunk. A budapesti önkormányzatok műsora a Civil Rádióban. Miért itt a tér?
Minden szerdán délelőtt 10-től. Itt helyben vagyunk. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.